gyakorlatilag a háború befejeződött. Azután eltelik másfél év, az oroszok elérik, amit szerettek volna, ha kicsit pontosíthatjuk és visszaemlékszünk rá, mi volt ez, a Minszki szerződés betartatása. Ami arról szólt, hogy ezen a területen nincs laboratórium, nincs rakétatelepítés, mivel el lehet érni Moszkvát negyed óra alatt, és lehetőleg ne gyilkolássza a náci Azov, ugye az ott élő orosz nemzetiségen, mert ők ezt katonailag elérik. Majd kiépítenek egy úgynevezett három lépcsős védelmi rendszert, jelezve két dolgot. Az egyik, hogy nem megyünk tovább, nekünk ez volt a célunk. Nem Ukrajna elfoglalása, nem Lengyelország, Baltikum, ami ugye nagyon sokszor, hanem ennek a területnek az annektálásán keresztül garantáljuk mindazt, amelyet a szerződés békefeltételek között nem tudott megtenni. És kiépítették Oroszország új határát.